akkor. Szeretettel köszöntök mindenkit, köszönöm, hogy ennyien megtiszteltek bennünket ma este. Szeretettel köszöntöm vendégünket, előadónkat, Simon Géza Gábor jazz zenei történészt. Sok minden mást, ahogy itt az előbb beszéltük, igazából meg se lehet határozni, hogy pontosan mivel foglalkozik, annyi mindennel foglalkozik. És szeretettel köszöntöm Karikótó Tibort, aki elvállalta a fölkérésünket, hogy beszélget, kérdezget, mederbe tart, mederbe tartja a beszélgetésünket a Simon úrral. Átadom a szót. Köszönöm szépen, és akkor, ha megengedik, akkor ülve maradunk itt ebben a szűk körben. Hát én azt gondolom, hogy legelőször is a legnehezebb feladat, ha meg kellene próbálni valahogy valóban dióhéjban összefoglalni, hogy ki is Simon Géza Gábor. És nem is biztos, hogy most azt gondolom, hogy a feladatom az, hogy egyfajta recenziót adjak itt erről a történetről, hanem megpróbálom a beszélgetést úgy formálni, vagy úgy mederben tartani, ha már elhangzott ez a fajta kifejezés, hogy a óra, másfél óra után mindenkiben kialakulhasson egy kép, hogy kivel is beszélgettünk. Úgyhogy én akkor inkább azt mondanám, hogy legyen az első kérdés az, hogy hol keresztezte egymást Simon Géza Gábor életútja, illetve a jazz Magyarországon. Mi volt az első élmény? Hát nagyon röviden akkor, mert a könyvben lehet olvasni ténylegesen hosszabban is, és önmagában ez egy másfél órás történet lenne, és a éjfélig is itt lennénk. Lényege a következő, hogy 964-ben kicsit még másfajta iskola rendszer volt Magyarországon, mint mostanában, és akkor rendszeresen osztályfőnöki órákat tartottak, amelyek egy bizonyos téma köré csoportosultak, és a mi osztályfőnökünk úgy döntött, hogy három gyerek, akinek abban az időben magnetofonja volt, három különböző típusú orsós magnetofonja, az a három gyerek egy óra keretében mutassa be az úgynevezett könnyű műfajokat. Magyarán mondva, az egyik osztálytársam, Szabó Gyuri, aki később ismert művelődési ház vezető lett, az beszélt Beatlesről, Rolling Stone-ról, mint a akkori legmenőbb beat-zenekarokról. Egy osztálytársnőm, Tallér Márta, aki akkor már a Budapesti Ifjúsági Jazz Clubnak volt a tagja, az beszélt a jazzmuzsikáról. Én pedig a családi örökségbe belenyúlva cigánzenéről és operettzenéről. Mert hogy volt egy olyan 500 lemezünk, ilyen régi tönékeny felvételek még. És hát a Márta hozott két jazz felvételt, az egyik az egy Dave Brubeck török rondó volt, a másik pedig egy Dizzy Gillespie trombita szóló, rettentően magas hangokkal. Na most ezek után azt mondtam, hogy ez a jazzmuzsika, az életben soha többet nem hallgatok jazzmuzsikát, mert ez valami egyszerűen borzadályos. Na most ehhez képest, megint csak a korra jellemzően 964 nyarán én elbattyogtam német nyelvű, mindenfajta irodalmat keresve, utána nekem a német a második nyelvem, akkor Magyarország létező egyetlen idegen nyelvű könyvesboltjában, a Váci utcában. Vagytok itt néhányan, akik már megértitek ezt a kort, a fiatalabbaknak azért azt hiszem el kell magyarázni, hogy egyetlen üzletben lehetett idegen nyelvű könyveket kapni. És hát ott kiraktak elém a kedves előadók nagyon sok minden, többek között egy aznap érkezett német nyelvű North Jazz lexikont. Kemény 91 forintért, ugye, ami akkor 30 kiló kenyérnek az ára volt összehasonlításképpen. Hát mondom, nagyon szép, gyönyörű színes grafikák voltak benne, egy nagyon jó nevű grafikusnak, mint utólag kiterült a dolgai, és hát akkor azt mondtam, most hát annyira nem tetszik ez a műfaj neked, Simon, az anyja fölít, azért nézzék bele ebbe a lexikonba. Na most addig ment a történet, hogy én azt a nyáron természetesen végigolvastam, nagyrészt lefordítottam magamnak, és ősszel már óriási nagy gaudiumot okozva
az osztály fali újságján elkezdtem egy sorozatot írni a jazz muzsikáról, részben a lexikon alapján, részben pedig Perny András rádió előadásai folyamán. Utána is aztán azzal kezdtem a rémtetteimet, hogy elkezdtem hallgatni a magyar rádióba jazz előadásokat. Nagyon sok volt már abban az időben, és minden nap délután lehetett hallani, úgy mint 925 óta mindig. Gyakorlatilag folyamatosan, és nagyon fontos a dátum a 925-26. És hát akkor írtam egy levelet a Szentkuti Pálnak, aki akkor a rádióban az Atya Úristen volt, könnyű zenei vonalon, hogy hát írgum, burgum, ez úgy, ahogy van, ez az egész borzasztóan rossz. Szóval nem lehet hallani lemezet címeket, lemezszámokat, az előadók nevét nem lehet, és egyáltalában unalmas az egész, megvan még a levél másolata nekem a mai napig. Hát én azt gondoltam, hogy most akkor aztán kész, fővétel meg minden egyéb, ugye 60-as évek közepén vagyunk Magyarországon. Hát mit tesz Isten, durván 48 órán belül jön a távirati postás, hogy SGG azonnal be a Magyar Rádióba. Menjek be, Szentkuti Pál elvtárs, ugye, aki ottan pártitkár volt, úgy nem mellesleg, hát az engem látni akar. Jó, bementem, 5 perc múlva nagyon jó barátok lettünk, érdekes módon teljesen maga elfogadta azokat, amiket mondtam, és azt mondta, hogy én most menjek el a Perny Andráshoz, akinek akkor már jártam az előadásaival és élőbe, vigyem el azokat a lemezeket, amiket én jóknak tartok, és ezek kelet-európai jazz lemezek voltak, ezt nagyon fontosnak tartom, tehát semmi Amerika, az ég egy világán semmilyen fajta amerikai jazz lemezt én abban az időben nem gyűjtöttem, én csak kelet-európai jazz lemezeket gyűjtöttem, egyrészt mert azt tetszett, másrészt az jóval olcsóbb volt, 5-6-od annyiba kerültek, mint a bolond amerikai jazz muzsikák. Elkezdődött a sorozatom a rádióban, és aztán attól kezdve ott ragadtam a szakmába, 30 évig a rádióban, írtam majdnem 60 újságban, az évek folyamán megjelent 200 CD-m, meg LP-m, és itt a 37. meg a 38. könyvem. És ezzel befejeztem a körmondatot. Hát jó körmondat volt, de akkor én azt mondom, nézzük meg, ugye elkezdődött a publicitás ott, hogy a Fali újságon megjelent végül is egy jazz történeti dolog. Mikor vált ez, azt mondom, hogy már tétre menővé, mert hogy ott azért még azt mondom, hogy tekinthetjük úgy, hogy egyfajta obi. Mikor volt az első igazi komoly publikálás? Hát a komoly publikálás az 67-68-ban, ez a Magyar Rádió sorozat, ez elindult, és aztán kisebb zökkenőkkel, ugye, mert amikor bejött a Kis Imre a Szentkuti Pál helyére, akkor kénytelen voltam kiokítani egy-két dologról a stúdió személyzet előtt, és ezt valahogy rossz néven vette, és akkor kirúgott a jazz rovattól. De hát mit tesz Isten, akkor jött Nemes András, gondolom többé-kevésbé mindenki ismeri neki a nevét, aki eljött egy általam vezetett jazzklubba, és addig nem nyugodott, amíg körülbelül ilyen havi 8-10-12 rádióadást a nyakamban nem vart, ilyen 30-40-50 perces adásokat. Ez volt a Gramafon lemez Sztárok, meg nem is tudom, a másik szintén Grabafon lemez volt a címben benne, amiben aztán természetszerűleg volt Martini Lajos, volt Cseppi, volt Karádi Katalinnak a jazz felvételé, és sok minden egyéb, tehát az volt a lényeg, hogy ne cigányzene legyen, hanem swinges, tanzené, jazz dance music, ahogy ezt az angol repertoár mondja, és hát mindezekről én szedjem elő a felvételeket, saját repertoárból vagy máshonnan, és aztán írjak róluk, és ezek szépen elmentek az adásokba, de egyik 5-10 alkalommal lement az évek folyamán, egész jól fizettek érte, meg kell, hogy mondjam, de hát ez abban az időben természetes volt, hogy a manapság csinálok egy 2 vagy 3 órás rádióműsort, akkor meg kell köszönni, hogy megcsinálták velem. Ez a másik oldalon. Visszatérünk majd erre a bizonyos kuriozitására, erre is, hogy mikor van jazz, meg mit tekinthetünk egyáltalán jazznek, de ami engem érdekel, ugye itt elhangzott az, hogy 38 kötet, az, ami már azt mondhatjuk, hogy elkészült, de hát ugye itt az előzetes beszélgetésem már szó esett arról, hogy legalább újabb 6 biztos, hogy fölkerül még erre a listára. De azt kell mondjam, hogy azért ritka az a szerző, akinek sikerül viszonylag hamar, azt mondom, hogy összetűzésbe kerülni a szakma
mondjuk így idézőjelesen avatott mestereivel. Mi lehet ennek az oka? Mi volt itt a mozgatórugó? Hiszen itt akár a Molnár Dixi könyv, de aztán már ugye a magyar jazz lemezek kötet, az már aztán végképp kivette a biztosítékot. Hát igen, az alapproblémát én abban érzékelem, hogy ugye 1965-ben megalakították a jazz tanszakot Budapesten, modern jazz muzsikusok. A tanszékvezetőtől kezdve az utolsó beosztott zenészek is mindenkinek csak a modern jazz létezett. Tehát egész egyszerűen, ami azelőtt volt a kék óka, a ragtime, a swing, a dixieland, és hadd ne soroljam a különböző dolgokat, csak az létezett, az létezhetett, és ezen belül is kizárólag az amerikai muzsika. Na most, hát ugye én, aki, mint említettem, volt abban az időben kelet-európai jazz muzsikával foglalkoztam alapvetően, és a mai napig azt mondom, hogy jobb, mint a legtöbb amerikai jazz felvétel, sokkal egyedibb, sokkal érdekesebb, sokkal izgalmasabb a népzenékre fölépített jazz muzsika, mint ez a bebop őrületek és hasonlók. Tehát ez hozott egy ilyen összezőrrenést. Azt kell, hogy mondjam, akik ezt ellenezték, már az elején is, ugye mondod, a magyar jazzlemezek kötetet, az 1984-ben volt, ugye már 20 éve a szakmában dolgoztam, akkor egész egyszerűen olyan emberek támadtak ellenem, akik a hangfelvételeket nem ismerték. Na most ugye azt tudjuk a jogból, hogy a jogszabályok nem ismerete nem ment fel alól bennünket, hogy az a jog következményeket mi a saját bőrünkön tapasztalhassuk. Tehát ez van a jazz muzsikában is, hogyha valaki azt mondja, hogy csak a bebop meg az amerikai bebop, ami jazz muzsikának tekinthető, hát azt mondjuk a világ 99%-ába körbe vigyorogják. Na most hát én meg ugye olyan jó bolond gyerek voltam, aki azt mondtam, hogy hát igenis, volt ragtime, volt magyar ragtime, évek folyamán ugye számtalan korabeli ragtime felvételt sikerült például előbányászni, amiből aztán hát voltak gondok, mert azt mondja, hogy nem ragtime, mégis ragtime. Volt olyan 908 körül megjelent magyarországi Kotta kiadás a Gerőféle zeneműtárba, ami egy az egyben lejátszottak itt Magyarországon, és azt mondták, ez magyar cím alatt jelent meg, de az eredeti szerző ott volt rajta, hogy hát ez nem ragtime. Hát mit tesz ez a jóbolond Simon, megtalálta az eredeti amerikai kottáját, természetesen ragtime felirattal, két évvel korábban jelent meg Amerikába, minden valamire, ahol a ragtime zenekar a világon följátszotta a nótát, de azt, hogyha Magyarországon ezt kottába kiadták, hiába, hangról hangra, betűről betűre azonos volt, tehát teljesen lemásolták a kottaképet, magyari fogalmak szerint, mai fogalmak szerint ellopták egész egyszerűen az anyagot, az, mert magyarnak adták ki, és magyarok játszották, akkor az már nem lehetett ragtime. Teljesen nonsens történetnek. Akkor legyen egy nonsens kérdés. Jazzel foglalkozik. Milyen hangszeren játszik? Semmilyen, nem, hál' Istennek. Elnézést, nem volt véletlen. És tudott rólam ez a történet, akik ismernek már. Mert hogy a következő kritika ez volt, hogy hogyan szólhat bárki is érdemben bármilyen műfajról, és jelen esetben jazz műfajról, aki nem avatott mestere valamelyik hangszernek? Aki mestere valamilyen avatott mestere a hangszernek, az általában finoman fogalmazva buta a jazz történethez például, amivel én foglalkozom. És akkor most az előbb említetted a diszkográfiát, akkor elmondom, hogy én kb. 550-600 diszkográfussal álltam és állok az egész világon kapcsolatban. Ez van Új-Zélandon, Japánban, Ausztráliában, Amerikában, Svédországban, Franciaországban, nagyon sok a német nyelvterületen. És hát ezek az emberek, akik ugye azt mondhatom, hogy a legnehezebb részét csinálják a könyvtáros munkának, ha már most könyvtárban beszélünk, ugye. A bibliográfia az is egy messze nem egyszerű tudomány, de ezt én úgy fogalmaztam meg körülbelül egy 30 évvel ezelőtt, hogy és bocsánat a fogalmazásért, kedves kollégák, könyvtáros kollégák, jó magam is az vagyok többek között, hogy a bibliográfiát azt már egy óvodás is meg tudja csinálni,
De ahhoz, hogy egy diszkográfiát valaki meg tudjon csinálni érdemben, és ne csak azt a bolond szöveget leírja, ami egy lemezborítón vagy egy lemez címkén van, hát ahhoz bizony komolyan neki kell leselkedni. Sokszor 5-10 éves munka, hogy az ember egyetlen felvételről megalapítsa, hogy mikor készült az a felvétel, és mondjuk akár csak egy Benny Goodman zenekarnak, de most mondjuk, ha beszélünk Martina Lajosról, Cseppiről, egyebekről, abban a felvételen kijátszott a lemezen. Volt közben ugye a II. Világháború, kitelepítés, anyám tyúkja, derítsük azt ki, hogy pontosan mikor, hol, kikkel vették föl azt a felvételt, kiadták-e egyáltalában maga idejébe, milyen lemezmárkákon jelent ki, stb. Stb. Na, most ezért van az, visszatérve a kérdésedre, hogy zenész vagy nem zenész, az általam ismert, mondjuk kerekítsük ki a számot, 600 emberből, aki diszkográfiával foglalkozik a világon, egyetlen egy életében nem fogott semmilyen hangszert a kezébe. Szóval egyszerűen nem az szükséges hozzá, mint ahogy Para Miklós barátom történelem előtt időben, amikor a Venkónak voltam a sajtófőnöke, azt mondja nekem, hogy hát te egy ilyen rendszerező elme vagy. Te erre születtél, apád is ilyen volt, stb. Stb. És akkor te erre egyszerűen predesztinálódtál, ő mondta, nem én mondtam, hogy te ilyenfajta dolgokat. Először kezdtem bibliográfiát csinálni, aztán diszkográfiát, és ugye az első diszkográfia az ilyen kis vékonyka volt, az utolsó pedig 1506 grammos és ilyen kis vékonyka füzetecske. Egész egyszerűen. És ez mind-mind jazz muzsika, mert a maga helyében, a maga korában ezeket a felvételeket mind ugye jazz muzsikának tekintettük. Hogy mi utólag egy 927-ben készült felvételben mondjuk, miért nézünk bele 2017-es szemmel, az nekem már teljesen furcsa. Tehát ha nem nézem végig a jazznek az egész történetét, különös tekintettel az országban, hogy mit csinált ebben az országban a jazz muzsika, vagy hogy mit csináltak, nem az előtérbe állított, a piárral előtérbe állított nagy amerikai bandák, hanem a vidéki zenekarok miket csináltak, mert azokkal per párhuzamba állítani a milyen. És akkor kiderül az, hogy mondjuk a legnevesebb amerikai előtérbe állított zenekarvezetőknek a zenéje, az tulajdonképpen utánzás zene, mert a vidéki zenészek már réges-rég játszották. Ezt a, és meg vannak róla a korabeli hangfelvételek. Na most, hogyha ezt valaki, aki úgy komolyan gondolja, és aztán a jazz muzsikáról elkezd írni, és ennek pont az ellenkezőjét állítja, akkor nincs miről beszélni. Hiába tudja nagyon jól a saját hangszerét, bocs, ide akartam kilukadni. Néhány név. Igen? Szabó Gábor, Zoller Attila, ugye Dudás Lajos. Ha belegondolok, akkor ők ugye bizonyos értelemben nem magyarok. De teljes mértékben magyarok, igen. És minek tekintetjük, mert ez is egy örök vita. És ezért legalábbis a korai években, amikor még ezt a kommunista párt által előtérben állított szakemberek, akiknek legalább két darab piros tagkönyv volt itt a zsebükben, a szívük fölött, ugye, akkor megpróbálták ezeket a zenekarokat negligálni, ugye, mint akik ebből az országból elmentek, disszidáltak, ugye ezeket az embereket úgy hívták, hogy disszidensek. Na most én még egy nevet hozzátennék a te listádhoz, illetve aztán még egy pluszt. Tehát szerintem három nagyon fontos zenész van, aki világszinten egyértelműleg elismert, és szerintem nagyságrendibe, de ezen lehet vitatkozni bárkivel. Ugye az első kötet, amit letette ezzel kapcsolatban a Szabó Gáborról, a Libiskarcsi itt ül velünk szembe, ugye, az első igazi biodiszkográfiát Magyarországon, aztán én írtam egyet Zoller Attiláról, aztán ugyanazt megírtam németül, aztán jelent meg még angolul egy kötetem a Zoller Attiláról, és utána jött egy nyugatnémet fogorvos, aki megírta a negyedik Zoller Attila könyvet a világon, tehát itt tartunk jelen pillanatban. És én meg nagy-nagy nekifutások után a tavalyi esztendőben publikáltam május utolsó napján a Bacsikelek biodiszkográfiámat. Tehát ez a három ember, akit az egész világon, hogyha az ember kérdez muzsikusokat, és úgy utána néz, hogy ki mikor, kiről mit nyilatkozik, akkor teljesen egyértelmű, hogy ez a három muzsikus, akit ők úgy az első szinten nyilvántartanak. Aztán jön a Lajos, akit említettél, meg a Viktomi, de azok már olyan egy-két kategóriában lejjebb vannak, ugyanúgy, mint a fiatalabb
garnitúrák sajnálatos módon, aminek nagyon sok oka van, ezt most azt hiszem, hogy nem lesz időnk kifejteni, de az a lényeg, hogy ez a három zenész, és most már hál' Istennek mind a háromról megvan a könyv, és nagyon érdekes, főleg az utolsó, a Bacsi kötet, hogy én úgy gondoltam, hogy Magyarországon a kutya nem fogja a Bacsikot olvasni. Mert egész egyszerűen a legtöbb ember, akivel én találkoztam, azt mondja, egyszerűen még a nevét is ugatta, nemhogy ismerte volna a zenéjét. Na most megjelent a kötet, és rá egy pár napra Oltári Mázlin volt, mert a magyar időkben, ami hát nem egy túl nagy példányszámú lap, ugye azt el kell, hogy ismerjük, megjelent egy cikk a Bacsi kötetről. Hát nem egész 24 órán belül csörgött nálam a telefon, az illető ki kereste valahonnan, megtudta, hogy én... Ja, hogy lehet utolérni, ugye én Csobánkán lakom, tehát nem is mondjuk egy budapesti telefonkönyv és hasonló. És fölhív, azt mondja, tehát érdekelne engem ez a könyv. Mi annak idején a Pápai Jazz Clubban találkoztunk 1970-valahányban, ugye csak jellemzésképpen akkor Pápán 4 jazz club működött párhuzamosan. Pápán. Az egyiket a másik Jancsi vezette, a másikat én vezettem, és még kettő, nem, egyiket egy katonai szervezet, és mit tudom én, minden héten 4 jazz club működött Pápán. Azért ott találkoztam, mondom, jó, hát akkor gyere el Csobánkára, és akkor megkapod a kötetet, mert ugye ezt a Nemzeti Kulturális Alap azzal a kifogással adta ki, vagy megkötéssel, hogy kereskedelmi forgalomban a kötet nem kerülhet, mindent kifizettek, CD mellékletet, anyám tyúkját, de kereskedelmi forgalomban nem tud, gyere el, tessék, itt van, áldjad, vigyed. Na most, azóta, ezen a héten volt ugye a Bacsiknak a születési évfordulója, aznap 5 telefont kaptam, és nem tudom hány e-mailt még, tehát most már elkezd körözni az országba a címem meg a telefonszámom, és nem a megszűnt számokon keresnek, és sorba kérik az emberek a Bacsi kötetet. Volt, aki azt mondja, kaphatok 2-t, hát mondom, amíg van, addig kaphatsz 2-t. Egész egyszerűen kiderült egy csomó emberről, belső körösökről és külső körösökről is, ha lehet így fogalmazni, jazzkedvelőkről és kevésbé jazzkedvelőkről, hogy tudják, szeretik, gyűjtik a bacsikeleket. És sorba jönnek a friss információk, amik már nem kerülhettek bele a könyvbe. Hát, ha lesz újabb történet. Na, pihenjünk, azt gondolom, hogy egy kicsit itt a közelébe a történetnek, és akkor azt mondom, hogy amikor nem ír, amikor nem éppen valami lemezkiadással foglalatoskodik, milyen zenét hallgat? Hát ez jó keresztkérdés, mindenfélét, de legjobban, akkor most elmondom az én titkomat. Kevesen tudják. Ugye én voltam a világon, annak ellenére, hogy nem imádom különösebben az amerikai jazz muzsikát, de másodikként írtam John Coltrane-ről. Az egész világon én voltam a második, és egy héttel a megjelenése után, ami kis szavizdat volt, az egyetlen kis szavizdat, tessenek megjegyezni, egy héttel a megjelenése után Nyugat-Németországban már tanítottak a Coltrane könyvemből, pedig magyarul jelent meg. Szóval egészen elképesztő. És mi volt a kérdés alapja? Hát igazából mit hallgat? Ja, mit hallgatok? Hát, na, a Coltrane könyvet úgy írtam meg, hogy a Vajda Sanyi barátom, aki minden idők legzseniálisabb magyar bőgőse volt, és szerintem mindenkit Kenterbe vert és Kenterbe verik a mai napig, annak majdnem teljes Coltrane gyűjteménye volt abban az időben, ami a 60-65 LP-t jelentett, azt nekem mind szépen átmásolt a Magnóra, de kikötésem volt, hogy én csak akkor hallgattam meg a felvételeket, hogyha időrendbe veszi föl nekem. Tehát felvételi időrendbe, nem az, hogy kiadták 65-be és akkor 65-höz besorolom, hanem ami 45-ös felvétel volt és Rhythm and Blues felvétel volt, Coltrane-nél gondolom kevesen ismerik a Rhythm and Blues felvételeit, és így tovább szépen a teljes menetet, én ezt egyszer végighallgattam és megírtam a könyvet. Na most, ha amikor írtam a Zoller könyvet, ugyanezt történt, tehát hiába jöttek be folyamatosan a lemezek, én soha nem hallgattam meg a Zoller lemezeket. Hanem amikor leültem a Zoller könyvet megírni, akkor szép sorban végighallgattam, hát nyilván volt, amit 4-5-ször végighallgattam természetszerűleg, és megírtam a Zoller könyvemet, most ugyanezt történt gyakorlatilag a Vacsiknál is, a legfrissebbnél. És hogy mostanában mit hallgatok, az a következő 6 könyvemnek az anyaga, ugye?
Jön a Winder könyvem ősszel, ha minden igaz, a biodiszkográfia, amire most már van megrendelés, kiadó anyámtyúkja. A Sternberg könyvhöz egyelőre nem hallgattunk, amit kedves párommal írunk, aki ott a hátsó sorban szerénykedik. Sternberg Királyi Udvari hangszergyárról és hanglemez kiadó cégről készül egy kötet, amihez hát nyilvánvalóan még majd meg kell hallgatni felvételeket, de messze nem olyan sokat mondjuk, mint a Binderhez, hiszen a Binderhez olyan 120 CD-nyi anyagot kell meghallgatni. Ebből egyet-egyet annak idején meghallgattam, de eddig a Bindernek kb. 120-vel beleértve a lemezkiadóját is természetesen. Ez ugye kb. Ugyanannyi órányi anyag, lehetőleg különböző, ugye a maláj népzenétől kezdve mondjuk a magyar népzenéig természetszerűleg. És hát akkor jön ez a könyvecske, amit mindenkinek nagyon a figyelmébe szeretnék ajánlani. Ugyan a másiknak a címe szerepel a mai meghívónak, meg a fotója is. A zenetudomány mostoha gyermeke, a jazz és hatása Magyarországon 920-tól 950-ig. El kell, hogy mondjam, hogy ez a kötet úgy született, hogy körülbelül, várjunk most, 55, tehát kb. 30 éve ismerem Solymosi Tari Emőkét, és nagyon sok könyvemnek ő volt a bemutatója, többek között az eddig legnagyobb vihart kiváltotta Magyar Jazz Történet című könyvemnek 99-ben, amikor a Magyar Újságírók Szövetségének balhét kellett kibernem azért, hogy megkapjuk a nagy termet, mert nem akarták elhinni, hogy 5 újságírónál több lesz a bemutatón. Na most nem emlékszem pontosan, 78 vagy 80 újságíró jelent meg a Magyar Jazz Történet kötetemnek a bemutatójára, és hát ha akkor ők nincsenek, a kedves újságíró kollégák, ugye magam is akkor nagyon keményen írtam a jazz-t, meg a hanglemez történeti cikkeket, és ők nem írják le a valóságot, akkor engem egész egyszerűen benyomnak a víz alá, mert ugye akkor jött az, hogy amit hát 965 előtti jazz muzsikáról én miért beszélek Magyarországon, na most, tehát Solymosi Teremélytől volt, aki bemutatta azt a könyvet, akkor 99-ben élőben Dudás Lajos zenélt éppen, meg Berkes Balázs a könyvbemutatón, tehát ők fölvállalták a dolgot, hogy ez a lényege a történetnek, és hát a MOSZ egyszerűen nem értette, hogy akkor azon a bemutatón ugye többen voltak, mint a Tordyánnak a nagy dumás bemutatóin, holott akkor a Tordyán volt a csúcs. Ugye ez, aki megérte 99-2000-et, azt tudja, na most hát az SGG-re ennyi jöttek el, oltáljanak paláver volt természetesen a dologból, és hát akkor végképp elkezdtek csesztetni, finoman fogalmazva, hogy hát nem beszélek jazzről egyebek. Na most én az a fajta gyerek vagyok, akit először 54-ben kezdtek el csesztetni. Azt mondták nekem, hogy akkor még nem volt a Gábor a nevembe, ugye ez is egy külön történet, hogy mi lettem én Géza Gábor, hát Simon Géza nem tud olvasni. És csesztetett a kedves tanítónénim az iskolába, hogy hát nem tudsz olvasni, hát mi lesz már? Hát itt van a második osztály, és te nem tudsz rendesen olvasni. Diszlexia. Francokat diszlexia. És akkor a Simon felszívta magát, és egy esztendő alatt az iskola legjobb olvasója lett mindenfajta szinten, és annyira elment a történet, hogy én az érettségiig, tessenek figyelni, napi egy könyvet elolvastam, legyen az Jókai, csillagászat, történelem, irodalomtörténet, akármi. Tehát én a Jókai Százat azt 100 nap alatt olvastam ki. És akkor azt mondtam, most már valami izgalmasabb is jött, akkor jöhet a Mixát, jöhet a Móricz, meg jöhet az összes többi. Mai napig ebből élek, az az igazság. Na, amikor ennyire csesztettek engem az úgymond hivatásos urak, akiknek diplomája volt arról, hogy ők jazzt oktathatnak, meg ők mindenfajta hangszereken össze-vissza játszhatnak, akkor hát felszívtam magamat, és hát mondtam, hogy akkor most tovább gyűjtöm a dolgokat, és kijöttek
A magyar jazz történeti lemezek egyrészt a Jazz Hungaricum sorozat, amelyben, hát én most már nem is tudom hány CD jött ki összesen. 8. Nem, 10. Legalább 10. Önmagában, és ugye hát ettől függetlenül jöttek ki reklám történeti, meg egyéb CD-k, majd itt egyik másikat meg lehet vásárolni, akit érdekel a dolog közelebbről. És gyűjtöttem az anyagot, és egyszer csak kiderült, hogy a Magyar Művészeti Akadémián megalakult egy új, és tessenek figyelni, zene elmélettel foglalkozó tagozat. 9-10 emberrel alakuláskor, mindenki férfi, kivéve a Solymosi Tari Emőke, aki előtte kapta meg néhány héttel, hónappal a doktori diplomáját, tehát simán bekerülhetett az MMA-ba. És hát azt mondja, hogy hát te nagyon jól értesz a jazz történethez, magyar jazz történethez, most már éppen itt lenne az ideje, hogy írjál nekünk egy korai magyar jazz történetével foglalkozó könyvet. Kapsz rá egy felhívást, kijöttem éppen a 40 napos kórházból, mondom, pont jó, akkor most nem a betegségemmel fogok foglalkozni, hanem a kötettel. Nem vicc, 6 hét alatt megírtam a könyvet lényegében. Azóta a fő problémám vele, hogy 800 ezer betűt írtam, és csak 400 ezerre kaptam nyomdaka kapacitást. Tehát egyszerűen le kellett rövidíteni a könyvet. És az egészben a leghosszabb ideig azt tartott, hogy ugyan legkülönbözőbb helyszínekről, Magyarországról, Ausztriából, Németországból, stb. Sikerült nagyon jó hangfelvételeket ehhez hozzászedni. Hallgattam folyamatosan a felvételeket, és összeállt egy CD-nyi felvétel, és hát be akartam adni szokás szerint gyártásra a VTCD-nek Székesfehérvárra, beküldöm az Artisiusnak engedélyeztetésre a lemeznek az anyagát, ugye. Mi történik? Életemben először 201 néhány lemez után azt mondja az Artisius, hogy ezt nem lehet kiadni, mert itt három olyan felvétel van, aminek nálunk nincsen regisztrációja, és a 920-as évekből legyen szíves a fordítóknak az eredeti szerződését benyújtani. Hát ez egy jellemző magyarországi hozzáállás, azt kell, hogy mondjam, úgyhogy azt mondtam, jó, három szám le, új master csinálunk Szabó Sanyival, Vácott, ragyogó gitárosunk és hangmérnökünk, nekem akkor is le kell gyártani időre, meg kell jelentetni az anyagot, stb. Stb. Úgyhogy most jött egy nagyon szép CD melléklet hozzá, na de hát mi legyen azzal a sok kis kimaradott anyagocskával, úgyhogy úgy döntöttem, hogy még születik három kötet, nagyon rövid időn belül. Többek között van egy olyan nagyon merész ötletem, amit még remélem, hogy meg tudok tartani, hogy én leszek ebbe az első a világon. Az lenne a kötetnek a címe, vagy ha úgy teszik a tematikai összefoglalója, hogy a magyar jazz élet lexikona a kezdetektől 1950-ig. Tehát 1900-tól és 1950-ig, ami a jazzel kapcsolatban hozható volt, a magyar irodalomban, a magyar táncművészetben, uram, bocsá, a korabeli erotikus irodalomban, stb. Stb., ami hát egy kis részben itt már ki van fejtve ebben a kötetben. Mindezeket szeretném lényegesen jobban egy-egy személy köré csoportosítani, tehát lexikon ugye, tehát egy Martini Lajosról egy hosszú cikk, egy Pál Sándorról egy hosszú cikk, egy Cseppiről egy hosszú cikk, az utolérhető bibliográfiai, diszkográfiai és egyéb adatokkal nyilvánvalóan. Megint az lesz a nagy problémám, hogy ez 400 ezerben nem fog beleférni, és akkor mi a csuda-buda lesz. Mert egész egyszerűen olyan sok komoly ember van ebben az országban, balettművészetben döbbenetes, hogy a két világháború között Magyarországon kicsináltak jazz táncokat, vagy egy egészen furcsa, amit már akkoriban találtam rá az anyagra, amikor befejeztem a kötetet, és hát tovább kutatgattam, mert hát én ilyen kutató őrült vagyok. Mit gondolnak a kedves jelenlevők, hogy 919-920-ban Magyarországon, itt a szomszédban, Békéscsabán, meg egy kicsit följebb Miskolcon,
meg hasonló nagyságrendű városokban, mondjuk Győrben, ami már kicsit nagyobb abban az időben is. A kisdiákok számára, és ezen a 8 év alattiakat értve, milyen táncokat tanítottak? Tanították ugye a hagyományos keringőt, a polkát, a toborzót, és kiemelten szakkönyvek vannak róla, a kékvókot, és utána a ragtime-ot. És aztán jön az összes többi, a foxtrot, a one step, a two step és az összes többi. Ilyen kicsi gyerekeknek az volt a 8 éves maximum, de voltak 5 éves diákok is, megvannak róla a korabeli még fotók is, hogy ezeket tanították nekik akkor. Na most, hogy a csutában lehet akkor ezt mondani, ugye? Most már ezt hozzá lehet kérni ez az anyaghoz, hogy a rendszerváltás után ezt nem lehetett ezeket megtekinteni, mert könyvtárakban nem lehetett bejutni. A régi folyóiratokat és nagyon sok könyvet sem lehetett megnézni. Akkor hogy lehet azt mondani, hogy ebbe az országba nem jött be a korai jazz, vagy ha úgy tetszik, akkor annak az őskő korszaka, és a többi, és a többi. Ha még a gyerekekbe is betanították ezt a műfajt. Nehéz eset. Ugye? Ugye, onnan indultunk el, hogy mit hallgat szabad idejében. No, nem, próbáltam a kérdést kikerülni, nem hagyta magát. Akkor most már csak fel kell tennem a kérdést, mert óhatatlanul ide kanyarodunk ki mindig. Szóval jó kis csata lesz ebből. A lényeg, ugye állandó vita téma, és itt azért többször már a beszélgetés során oda kanyarodtunk vissza, hogy akkor létezik jazz mondjuk 60-as évek előtt Magyarországon, mert ugye ez egy állandó vita téma. Az már szerintem azért kiderült, hogy létezik. De akkor hova datálhatjuk a kezdetét? Vagy kik azok az ikonikus személyek, akikre azt mondhatjuk, hogy akár áttételesen is, de ők a magyar jazznek a inspirálói, elindítói. Hát, ha tudomásul vesszük azt, hogy Amerikában és a világ minden részén a kékvók és a ragtime minimum jazzelő történet, vagy vesszük úgy, hogy a jazznek az első korszaka, és most arra gondolok, hogy még Sidney Bechet 1938-ban ugyan Dixieland zenét játszott, de a zenekarát ragtime zenekarnak hívta. Már itt van egy ilyen nagyon érdekes variáció. Tehát, ha ezt komolyan vesszük, akkor a magyar cigányzenészek legkésőbb 905-től már hangfelvételeket készítettek, tehát nem ilyen duma van, hogy XY-nal együtt játszottam, mert ugye ilyen szokásos a muzsikusok között. Tehát hangfelvételek vannak arról, sőt Márkus Jóska barátunk, aki Székesfehérvárott egy kiváló jazzklubot vezetett évtizedeken keresztül, amikor beadtam neki néhány ilyen korabeli rektányfelvételt, akkor csodálkozással tapasztalta, hogy a magyar cigányzenészek ellentétben az amerikai kortársaikkal improvizáltak a ragtime zenére. Tehát 905-től kezdve a műfaj itt van Magyarországon, keményen itt van, több száz ragtime felvétel van ebből a korszakból. Ami nagyon-nagyon érdekes, hogy Scott Joplinról Magyarországon olyan 970-72-ig a kutya nem hal, ugye, azt tartják a nagy ragtime királynak, máshol sem a világon egyébként, holott 17 ezer ragtime-ot ismerünk a világon. Ez egészen elképesztő, ha belegondolunk, hogy mit sztárolnak, és ugye a Joplinnak is az volt az egyik oka, azon felül, hogy ugye amerikai volt és jól előtérbe lehetett tolni, hogy nagyon korán meghalt, és akkor nem kellett utána szerzői jogokat fizetni. És ugye abban az időben még a szerzői jogok csak 20 évre szóltak, aztán 50 évre kitolták, most már 70 év, Amerikában 105 év. Ami teljesen nonsens a kortárzene szempontjából, de hát ez megint egy messzire elvezető történet lehetne. Úgyhogy mindig volt, hatalmas mennyiségű zenész volt, azt kell, hogy mondjam, hát itt most azt hiszem 9-ről írtam kisebb ilyen 2-4 oldalas életrajzocskákat. Hát ha sikerül a lexikont összehozni, nyilván lesz még egy csomó ilyen dolog. Tehát gondoljunk csak arra, hogy Chappie szinte a világon mindenütt szupersztárként játszották. Szóval amikor vagy van az, hogy a Martini Lajossal, amikor megjelent Nyugat-Németországba 80-as évek elején valamikor
az általam összeállított sellaklemez felvételek átjátszásából készített lemez, akkor így berobbant a köztudatba, hogy jé. Mert addig a magyarok nem propagálták a saját jazz muzsikusaikat. És akkor én elolvasom a német jazz történetet, ami megjelent 58-ban, ha jól emlékszem, a Horst Hallangénak a tollából, és dugig van magyarokkal. Szóval ők olyanokkal, de megírják egyébként, hogy magyarok ugye, hogy Géci Barnabás, akkor Bogula Lajos, a tangóharmonikás, Dajos Béla, és így tovább, tehát 1-2-3-5 hónapig van, aki évekig hangfelvételeket készítenek, a legtöbb a Cseppivel van, olyan 100-valahány felvétele van neki, korabeli német ilyen szép törékeny sellaklemezeken, hova tudtad a sellaklemezeidet? Na tehát olyanokon, ugye ilyen kétoldalas, egyenként három perces felvételeken, természetszerűleg játszik jazzmuzsikát, de játszanak tangót is, meg sok minden egyebet, hát egyszerűen nem választják el a dolgot egymástól, és ha innen nézzük, most mondok egy nagyon vadnak tűnő dolgot, ki gondolkodott már azon el Magyarországon, hogy a John Coltrane-nek a Rhythm and Blues felvételeire, ugye boogie-woogie táncoltak, ahol ő játszotta, a Miles Davisnek a Fillmore East és egyéb felvételei nyilván többé-kevésbé mindenkinek ismerősek, egy 3000 személyes táncteremben készültek. Tánczenének játszották, de ugye annak játszották a Duke Ellingtont, a Cambizit és Rambocsa a Stan Kentont is. Na most, ha ezt az ugyanez stílust, ezt jazz dance-nek nevezik Amerikában, stílusilag, helyretéve vagy színű, kinek-kinek tetszik. Ha ezt a zenét egy magyar zenész eljátsza, jobbul, rosszabbul, de így ebben a stílusban, akkor az nem jazz muzsika, csak azért, mert magyar játsza. Nekem nonsens. Ugorjunk egy kicsit a történetben, mert sajnos nem lesz az időnk, csak arra elegendő, hogy föl-föl villancsunk dolgokat, maguk a lemezek is szerintem megérnének egy külön történetet. Nagyon furcsa a megítélés, azt mondom, hogy az 50-es évek után a jazznek, hiszen ez is a 3D-s történetben inkább azt mondom, hogy erősebben, a tiltott kategóriában, vagy az erősen nem ajánlott kategóriában volt. Vagy úgy, hogy nem is beszéltünk róla, vagy úgy, hogy nagyon periférián engedték. De mégis azt kell mondjam, hogy nagyon sok nagyon értékes, akár felvétel, vagy produkció készült ekkor. Most viszont azt mondom, hogy a rendszerváltás után megnyílt egy lehetőség, elvileg bárki készített felvételt, és most mintha kicsit hiányérzetünk lenne. Egyetért ezzel a gondolattal? Azt hiszem, hogy tökéletesen igazad van. Ugye letagadni azt, hogy a 950-es években készültek jazz felvételek Magyarországon, ezt nem lehet. Mert ugye annak idején egyrészt a hungarotól ezeket kiadta, tehát illetve a magyar hanglemezt gyártó vállalat, tehát 953-54-ben már jazz felvételeket készítenek, kiadják. Az más kérdés, hogy az tánczene címszalat adják akkor ki, de kiadják egyértelműen jazz felvételek. A legelső Szabó Gábor felvételek is ilyenek 56-ból. De a Martini, a Tabányi lényegesen korábban is készítettek ilyen felvételeket, hiszen ők esténként magyar állami hozzájárulással játszhattak jazzmuzsikát Budapesten. Mert akik jöttek külföldiek, meg főleg a nagykövetségeken dolgozóknak, ezt a fajta zenét addig kellett, amellett, hogy játszották nekik az úttörőt, meg bányászdalokat, meg mit tudom mi minden csodákat, jobbra-balra, és talán ennek a legkiemelkedőbb példája, amit a Kovács Gyulától hallottam először, ez valamikor az öt, ugye, a Dob király, a Mr. Dob, azt mondja, hogy hát ők a Margit-szigeti nagyszállóban játszottak 50-es évek javában, és jött egy hatalmas nagy szovjet delegáció, kulturális delegáció, akiket oda beszállásoltak a Margit-szigeti nagyszállóba, és jött ugye a pártitkár, szakszervezeti titkár, mindenki, hogy gyerekek, egy hang jazz muzsika sem, semmilyen fajta formában, improvizatív tánczene, semmi ilyesmi. Hát azt mondták, jó, mi azt is tudjuk játszani, játszunk. És
akkor jöttek a szovjet elvtársak, és a következő napokban csak kizárólag jazzmuzsikát lehetett játszani nekik, ezeken a estéken. És akkor visszatérünk oda, ami egy teljes tévhit Magyarországon, hogy a Szovjetunióban nem lehetett jazzmuzsikát játszani, hogy a hitleri Németországban nem lehetett jazzmuzsikát játszani. Hát a Szovjetunióból annyi jazz felvételünk van, hogy most el kellene dönteni, hogy magyar vagy szovjet van több, vagy hitleri németországi jazz felvétel, amit mindenütt a világon természetszerűleg elismernek. Tehát nem igaz az a tévhit, hogy a Szovjetunióban valaha betiltották volna a jazzt, a hitleri Németországban teljesen betiltották volna, és az utóbbira csak egy miniatűr példa, hogy Németországban egy külön rádióadó volt arra beállítva, hogy jazzmuzsikát játszanak. A korszak legjobb jazzmuzsikusait összehozták egész Európából, lemezfelvételeket készítettek velük, és azt volt kötelező adni az összes megszállt országban. Angol nyelven, bocsánat. Nem német nyelven, angol nyelven kötelező volt. Ezek voltak az úgynevezett klarinét and mandolin felvételek, mert egy klarinét, meg mandolin volt a lemeznek a címkéjén. És, ami még bizarrabbá teszi a történet, hogy nagyon sok könyv jelent most már meg a német jazz történetéről, egy olyan 50-60 németül, angolul, franciául lehet már olvasni, hogy bizony ezt senki más nem támogatta, ezeket az adásokat elsősorban, mint az SS-tisztek. Bármilyen furcsa. Közölték, hogy addig nem mennek a frontra, amíg nincs jazzmuzsika éjszakánként. Amikor ők pihenni akarnak, és jazzmuzsikát akarnak hallgatni. A szovjetektől viszont ugye látjuk a lemezborítókon is, hogy ugye kimennek a frontra a nagy 20-30-40 tagú szovjet big bandek, és akkor úgy áll a fotó, hogy egy szakszofonos, egy dobtáras géppisztolyos. Egy szakszofonos, egy dobtáras géppisztolyos. Tehát hol volt ez itt betiltva? 1937-ben a Szovjetunió megalapítja az Összövetségi Rádió Jazz Zenekarát. Hát ha betiltották volna valaha, akkor csinálnak egy ilyen zenekart. Vagy elhozzák Kínából a kiváló szovjet jazz muzsikusokat. Tehát volt. Volt. És az a baj tulajdonképpen, hogy kevesen vannak olyan őrültek, mint én, bár hál' Istennek a világon nagyon sokan voltak, akik ezzel a történettel foglalkoztak, és Horst Bergmeier most hunyt el, kiváló német származású úriember volt, én Hollandiában találkoztam vele, az a Philipsnek a vezérigazgató helyettese volt. Abban az időben, aki olyan kérdéseket tudott föltenni nekem a magyar jazz történettel kapcsolatban, rendszerváltás előtt, 80-as évek elején, amiről én soha nem hallottam, olyan eseményekről. És akkor belügyminiszteri engedéllyel beengedtek a könyvtárnak az illetékes részlegébe, országgyűlési könyvtár, OSK, stb. És megkereshettem azokat az anyagokat, amik tényleg bizonyították azt, hogy ő ott, Hollandiában tudott egy csomó olyan dolgot, amit én itthon nem tudtam kikutatni, és aztán nem értette, hogy miért tartott ez nekem ilyen sokáig, engedélyeztetés, stb. Meg utánjárása, és amikor megvolt a rendszerváltás, akkor küldött egy ilyen térdencsúszó, bocsánatkérő levelet, hogy nem gondolta, hogy Magyarországon ilyenek voltak a viszonyok. Hát mondom, én azért megszereztem neked, nem? Ki tudtad adni a könyvetet róla? Ha már a rendszerváltásnak vagyunk, mi történt a magyar jazzszel? Mi a helyzet most? Mi az, ami miatt, mert az előző kérdésben is azért kicsit beletettem ezt a opciót, hogy mi az, amiben másabb? Hiszen ha most visszatekintünk, és most ne szaladjunk annyira az 50-es évek elé, de azt mondom, hogy csak egy 30-40 évet visszamegyünk, Debrecentől kezdve Szeged, Budapest, jó néhány helyszín, és most szerintem nehéz lenne kihagyni olyan települést, ahol nagyon komoly jazz élet folyt, nagyon komoly jazz klubok voltak. Mi az, ami most más? Miért? Hova tűntek ezek? Azt kell, hogy mondjam, hogy nem érdekes ma már az emberek számára a jazz? Lehet, hogy érdekes lenne, mert vannak fiatalok, akik szoktak ezután érdeklődni, sőt, éppen a héten jelentkezett be valaki nálam, hogy egy évekkel ezelőtt eladta a jazzlemez gyűjteményét, és most újra kezd meg gyűjteni. Felelőtlen volt, igen.
Tehát van egy érdeklődés, a probléma az, hogy a Magyar Rádióban nincsenek olyan jazzadások, mint amik voltak a 60-as évektől kezdve a rendszerváltásig. Most ez mennyire voltak jók vagy rosszak, teljesen más kérdés. A Magyar Televízió leszokott a jazzről. Megszűntek a jazzklubok. Tehát azzal párhuzamosan, hogy jött a rendszerváltás, pillanatokon belül mindenfajta klubélet megszűnt Magyarországon. Mert mindent kapitalista módra kellett átszervezni, már pedig a jazzklubok nem voltak önellátóak, legyenek művelődési házba, könyvtárba, vagy egyetemi tiszklubba, vagy középiskolai tiszklubba, mert ugye azt nagyon sokan elfelejtik, hogy a tisz volt az egyik legjobbatója a 1960-as évektől kezdve a magyar jazz életnek. Egyszerűen nincs hol megnyilatkozni. És a zenészek pedig, azt kell, hogy mondjam, sajnos nem tudják, nem akarják megcsinálni azt, hogy ők vagy önmagukat megfelelőképpen menedzseljék, vagy pedig erre olyan embereket megbízzanak, akik ehhez éreznek hivatástudatot. Tehát az, hogy most van Budapesten két jazzklub, hát Istenem, az azért nem 60, mint amikor ugye Pápán 4 volt, és Szegeden volt, nem tudom hány, és így tovább. A budapesti mennyiségekről ugye nem beszélve, a legrosszabb időben volt 4, amiről én tudok, 71-72-ben. Na most, ha a muzsikus a maga gázsiából nem hajlandó leadni az Ella Fitzgerald méretű gázsit, mennyiséget, akkor soha nem lesz belőle igazán előtérbe tolt sztár, ugye. Ezt én mindig el szoktam mondani, hogy amikor Ella 68-ban Budapesten járt, akkor föltették neki a kérdést, hogy hát jó, most 5000 dollár, ez horrorisztikus összeg. Hogy hát mégis mit csinál ezzel? Azt mondja, hát már bocsánat, én ebből 500 dollárt kapok meg, a többi a menedzseremé. Azért, hogy idehozott, hogy elhelyezett, utaztatott, a sajtót kifizette, és így tovább. Na most hát, amíg ez nem lesz meg Magyarországon, addig lehetnek a világ legjobb muzsikusai, bocsánat, de egész egyszerűen nincsenek előtérbe állítva. Se fiatalok, se öregek, szinte senki nem szervez semmit, tiszteletének a két budapesti klubnak, a PMC-nek, illetve a Budapest Jazz Klubnak. Ami az ő tevékenységükben nekem tetszik, amit én már 30 évvel ezelőtt szerettem volna megvalósítani, hogy végre viszont lehet környező országokból, Európából és máshonnan muzsikusokat hallani, akiket korábban a bezárkózás miatt nem lehetett, csak egy szegedi fesztiválon, egy miskolci fesztiválon, vagy a győri jazznapokon hallani. Ez egy óriási nagy előny. Na de hát könyörgöm, ez egy este. Most akkor, ha valaki előveszi ezt a könyvet, vagy a másik korábbi könyveimet, majd előveszi a következőket. Egy átlag norvég jazzzenekar 1935-ben Budapesten leadott 30 koncertet. Lejött egy jobb zenekar, a világ első valódi big bandje, a Sam Wooding zenekar, ami messze sokkal jobb volt és korábban volt, mint az Ellington zenekar. Az, ha jól emlékszem, Budapesten adott olyan 70-80 koncertet, és utána végigjárt, az hónapokig volt a Szovjetunióban, napi 2-3 koncerteket adtak. Vagy amit most találtam a héten, teljesen ellepődtem tőle, ki hallott a Jackson Sisters-ről. Interneten semmi róla, ugye, mert most mindenki az internetről akar tájékozódni, ami egy nagy marhasság, mert finoman fogalmazva. A Jackson Sisters az itt volt Magyarországon 3x2 hetet, az alatt átlag napi 3 koncertet adtak, különböző időszakokban, és amiért ez nekem nagyon érdekes volt, a Jackson úr, aki a nevét adta 8 tagú női énekes táncos társaságnak, azt egy London környéki iskolában fedezték fel, mert úgy táncolt, és mellette a férfi tánckarban, mert ugye női tánckarok voltak főleg ebben az időben, a kiemelkedő másik tehetséget úgy hívták, hogy Charlie Chaplin.
Szóval az összefüggésekre szeretnék rámutatni most is, meg majd a következő dolgokba is, hogy semmi nem független az összes többitől. Tehát egyszerűen a Beatles soha nem lesz, ha nincsen swing zene. Nincs bugi-bugi. Akkor adódhat a következő kérdés. Magyarok vagyunk. Magyar népzene. Magyar népzene. Ez a teli találat. Ugye már a 30-as években is, sőt 20-as évek végén voltak olyan magyar komoly zenetudósok, akik elsősorban klasszikus zenével foglalkoztak, hogy szerintük a jazz muzsikának az a jövő útja, az nem jó, amit most csinálnak, az egy ilyen tánczenés, huli-buli zene, hogy most durván fogalmazzak, az lesz az igazi, amikor jönnek a nemzeti népzenékre alapított jazzek. Na most ez könyörgöm már volt, a 1956-ban magyar ragtime zenekarok már vettek föl Óceániából származó dallamokat ragtime-ban, itt Magyarországon, ugye? Az első szovjet jazz felvételek, amit mi esztrád jazznek hívtunk ugye annak idején, meg esztrád zenének, azok 1920-22 tájékán születnek meg, orosz népzenei dallamokra, tehát szó nincsen még arról, hogy etnozene, meg világzene, meg ilyen őrületekről évtizedekkel korábban. Vagy eljön Magyarországra, talán ez a legjellemzőbb példa, egy spanyol trombitás, akit Andreas Moltónak hívnak. Saját zenekarával, egy csepi zenekarral, meg másokkal készít felvételeket, és az egyik legnagyobb sikere, amit egy magyar néptalból szingesítve előadnak, radióla kiadja lemezeken, és ilyenek. Tehát ez úgy elkezd fejlődni. Na most, amit én is a legnagyobb pofont akkor kaptam, amikor ugye jó 20 évvel ezelőtt egy dél-afrikai kutatónak, nálam lényegesen komolyabb felkészültségű úriembernek, volt vagy 4 diplomája már zenéből, írt egy kötetet, amiben egy komplett fejezet arról szól, hogy Liszt Ferenc és a jazz muzsika. A végkövetkeztetése a következő. A jazz muzsika történetében beszéljünk bármilyen stílusról, ő mondta, nem én mondom, nincs olyan muzsikus és zenekar, aki ne idézne vagy lopna Liszt Ferenc muzsikájából. Ez az első részlete a dolognak. A második részlete, amit én leírtam annak idején a Coltrane könyvemben is, hogy a fekete muzsikusok, élükön Coltrane-nel, ugye az a mai napig meglehetősen sztárolt, sztár az én kifejezésemmel, copyright by Simon, hogy Coltrane lenyilatkozza 1962-63-ban ebbe az amerikai PR-lapban, amit ugye úgy ismerünk mi, hogy Downbeat, ami ugye az amerikai kormány költségére terjesztette az amerikai jazz muzsikát, lenyilatkozza a Coltrane, hogy hát, tudják, kedves hallgatók, kedves olvasók, én Bartók Béla vonos négyesein nőttem föl. Ő a halál fekete, a halál néger, a stílusújító, a mit tudom én mi a csoda. Tehát Liszt és Bartók nélkül nincs jazz muzsika. Hogy mennyire, hogyan és miként, erre én próbálom rábeszélni több mint 30 esztendeje a Zenetudományi Intézetet, teljesen sikertelenül, sőt, hogy finoman fogalmazzak, fölhúzzák állandóan a vastraverzeket, mert hogy ez nem összeegyeztethető az ő zenetudományi tudásokkal. A világon máshol elismerik, itthon nem kell nekünk a Liszt-féle jazz se, a Bartók-féle jazz, szerencsére ugye idén fölszabadultak a Bartók jogok, illetve tavaly, most már ugye végre lehet a Bartók feldolgozásokat kihozni jazz muzsikába, és itthon is, nem csak külföldön, mert ugye hát külföldön Emerson, Lépken, Palmer és egyebek ugye simán hozhatták a dolgokat, és akkor bizony kiderül az, hogy hát Bartók nélkül tényleg nincs jazz muzsika. De hogy ezt miért kellett ilyen hülye szerzői jogokhoz kötni, azt nekem soha nem fogja tudni senki megmagyarázni.
Bocsánat, már megint sokat dumáltam. De hát ez így van, jó. Akkor viszont azt mondom, legyen megint egy pár. Azt mondom, hogy kortárs zene és jazz. A kérdés az nagyon egyszerű, mert most akkor még bizonyos mértelemben folytatnám azt, amit megpróbáltam ezelőtt befejezni. Tehát a kortárs zenében teljesen egyértelműleg ott van a magyar népzene. Ugye az köztudott, azt hiszem minden jelenlevőnek, hogy a világon nincs még egy olyan nép, amelyiknek annyi népzenéje legyen, mint a magyar. A németeknek egy ezreléke van, ha jól tudom, ahhoz képest, mint a magyaroknak, tehát nem véletlen ennek az egésznek, mint a kiinduló pontnak. A kortárs zenében már nagyon régen dolgoznak magyar dallamokkal, vagy annak tűnő dallamokkal, tehát bekomponálják ezekben a stílusokban a komponisták. Ami Magyarországon 960 óta van körülbelül így kitűzve, az volt nekünk egy óriási nagy istenünk, akit úgy hívtak, hogy Szabados György. Ő volt az első, aki a Bartóki úton elindulva komoly lépéseket tett a nemzeti, népi magyar jazz felé. Egyébként Bartók nagyon szerette a jazz muzsikát, ez is kiderül az egyik könyvemből. És nagyon sokra becsülte. Tehát Szabados György, és akkor ez kezdett úgy kivirágzani. Ugye jött a Binder Karcsi, jött a Vajdasanyi, aztán jött a Dresmisi, a Grencsó Pista, és hát aztán jött a Szabó Sanyi, aki szintén Karcsival egyidős, 61 esztendős, amennyire tudom, ő is többé-kevésbé ebben a körökben ismert, akik eddig a legtöbbre vitték a magyar nemzeti jazz stílusnak sikerre vitték a történetet, és tulajdonképpen ez a jazz muzsika az, ami a legkortársabb lenne, ezt így fejeztem ki egy pár esztendővel ezelőtt egy pályázatban, hogy könyörgöm, a jazz muzsikánál nincsen kortársabb zene. Mert amíg a kortárs zeneszerző ugye leskicceli a kottáját, ideális esetben soknak eltelik addig, amíg azt megtanulják, rögzítik, bemutatják anyámtyúkja, viszont ehhez képest ugye a jazz muzsikus oda megy, kiáll a pódiumra vagy a stúdióba, azonnal megszületik, 3-4 napóban ki lehet adni lemezen, hát ennél kortársabb zene egész egyszerűen nincsen. Tehát a kettő között most már roppant szoros kapcsolat van, és nem véletlen, hogy maga Szabados Gyuri sem nevezte nagyon szívesen jazz muzsikának a saját zenét, hanem azt mondta, hogy ez kortárs improvizatív zene. Na de ha, ugye a Martini Lajos meg a Cseppi improvizatív tánczenét játszott, akkor itt jön a folytatás egész egyszerűen a történetbe be. Mert ugye, amit ők játszottak a korai időkben, az cigányzene és operett alakú jazz volt elsősorban. Tehát a korabeli magyar jazz standardek, amik megszülettek, ugye most talán a legismertebbet mondjam, a Szomorú Vasárnapot, amit a legnagyobb amerikai szupersztárok lemez címadónak adtak meg, hogy Gloomy Sunday. Egész egyszerűen, tehát attól kezdve ezek mind ilyen alapúak voltak, és akkor szép lassan bejött a magyar népzenei alap, és most már oda jutunk ki, amit a valamikor a 60-as, vagy talán még az 50-es években mondott, ugye a Yehudi Menuhin, hogy a 20. század nemzetközi élő népzenéje a jazz muzsika. És ugye, hogy ezt aztán föltették azzal a címkével, hogy ez most etnozene, vagy etnojazz muzsika, vagy azt mondják, hogy na mit mondanak még erre? Most nekem se jut a legfelülő szó eszembe. Világzene, igen, bocsánat, már úgy látszik. Ez ma nagyon kinyitott, igen. Igen, na de most az a mókás, idézőjelbe téve a szót, hogy ma már nagyon sokszor a Bartók zenéjét árulják világzenének. Tehát idáig eljutottak, hogy a Bartók zenéje a világzene, mert ő kezdte el ezt az egészet. Ilyenfajta formában. Tehát megint hozzájutunk vissza, aki hát szerintem nagyobb zseni nem voltam. Most azt azért be kell, hogy valljam, hogy én az első időben legalább annyira utáltam a Bartókot, mint a jazz muzsikát. De amikor végre
a Débrubeknek a felvételein keresztül, az 5/4, a 7/8 és a többin keresztül rájöttem arra, hogy meg hát le is volt írva nyilván a portás irodalomban, hogy mindezt a Bartók alapon csinálta, akkor kezdtem megérteni, a jazz visszavezetett a Bartóknak a zenéjéhez. Az időn nagyon szalad, és hát a legfurcsább a beszélgetésben egy könyv megjelent, még egy szót nem beszélgettünk erről, a másik könyvről. Olasz Sándor neve, azt gondolom, itt azért szentesen remélem, hogy mindenkinek ismerős, hiszen innen a kis szűke pátriánkból került el, mint újságíró, és ha az ő hosszú méltatásából én csak két szót emelnék ki ezzel a bizonyos kis szösszenetek könyvvel kapcsolatosan, akkor azt mondanám, hogy ez a két szó az aláhúz és összegez. Igaza van Sanyinak, most már nem emlékeztem rá, hál' Istennek mind a két könyvről 11 néhány kritika, meg rádióadás, meg tévéadás jelent meg, ami hát azt hiszem, hogy egy magas szám, nem csak a jazz muzsikában, hanem egyáltalában a zenei szakkönyvekben, sőt talán politikát leszámítva máshol alig, ha jelenik meg ennyi. A szösszenetek nagyon nehezen született meg, eredetileg ott is fele ekkora terjedelmet kaptam a kiadótól, és végül aztán egy elég komolyan a zsebbe kellett nyúlni a Magyar Jazz Kutatási Társaságnak ahhoz, hogy ez ebben a formában megjelenhessen. Ugye a probléma az, hogy én dolgoztam durván 60 labba az évtizedek folyamán magyar, német, angol nyelven. Megjelent, nem tudom, hogy mennyi cikkem őszintén szólva, mert nem mindent találtam meg, nem minden jutott el hozzám, és amikor ezt a könyvet elkezdtem összegezni, akkor szembesülnöm kellett azzal, hogy hát sajnos ez nem lehet egy biblia méretű. Pedig lehetne új szövetség, ószövetség és legújabb szövetség is, kicsit furcsán forgalmazva, és akkor hát ki kellett azokat válogatnom belőle, amiket úgy éreztem, hogy egy-egy adott korszakra jellemzőek, tehát beletettem a legkorábbi írásomat, ami soha nem jelent meg, és az összes írás mellett ott van, hogy ha megjelent, rövidítették-e, ha nem jelent meg, akkor mi történt vele. Tehát nagyon sok van, ami itt jelenik meg először, holott még valamikor a 60-as, 70-es években írtam őket. És hát a könyv végén van egy interjúsorozat, abból a nagyon-nagyon sok interjúból, ami hál' Istennek az évek folyamán velem itthon és külföldön készült. Igyekeztem azokat kiválogatni, amik a legjobban elütöttek egymástól. Most egy hasonlatképpen mondom, hogy ugye az Ella Fitzgeraldtól mindig jazz muzsikáról szokták kérdezni, mi abban a stílusban énekel meg egyebek, és amikor elment hozzá egy magyar újságíró és megkérdezte, hogy mit szokott sportolni, akkor teljesen hanyat dőlt tőle. Ugye, és hát természetesen nagyon szívesen beszélt arról a magyar újságírónak, hogy mit szokott sportolni, és végre nem a jazz muzsikáról kérdezték. Na most azért mondom, mert én is annyi mindenről próbáltam az évtizedek folyamán beszélni, hogy ahol kicsit párhuzamos lett volna a történet, azok az interjúk egyszerűen nem kerültek bele ebbe a kötetbe, és aminek nagyon-nagyon örültem, hogy végül belekerülhetett a leghosszabb interjú, ami valaha megjelent velem, a Hollós Máté készítette akkor, amikor 50 éve voltam a szakmában, és az a Parlandóban jelent meg eredetileg, de csak az interneten. Ugye most már Parlandót is föltették az internetre, és hát ez egy olyan összefoglalója az életművemnek, ez az interjú, meg egy német nyelvű interjú, amit a Rainer Bratf is csinált, hogy hát nem akartam semmiképpen kérni, tehát minimális az átfedés az egyes interjúk között. Amit még nagyon fontosnak tartok, hogy van benne egy bibliográfia csak a könyv dolgokról, ami tőlem megjelent, illetve néhány fontosabb lemezborító szöveg és egyebeknek a bibliográfiai adatai. Továbbá 206, ha most jól emlékszem, általam létrehozott, fogalmazzunk így, tehát producerként, hangmérnökként, kísérő szövegíróként, szövegfordítóként, fotósként, erről se beszéltünk. Valamilyen közön volt ezekhez a produkciókhoz, de legtöbbhöz producerként, a világ bármely részén, amik megjelentek, ezektől van egy
úgynevezett egysoros diszkográfia, tehát csak a lemeznek a címe, előadója, melyik kiadónál jelent meg, és hányban jelent meg, illetve hát mikor voltak a felvételek is maguk. Na most ugye azt tudni kell, mi itt most végig jazz muzsikáról beszéltünk, csak a végén érintettük a kortárzenét, hogy én egyrészt adtam ki kortárzenei lemezeket, írtam kortárzenéről, hiszen Holos Mátéról többek között két könyvem jelent meg az elmúlt évtizedek folyamán, de benne van például, amit szintén nem említettünk, ugye, hogy én a Hungaroton archívumából 18 CD-t csináltam a Hungarian Jazz History címben, amiben benne vannak a legkorábbi Szabó Gábor, Martini, Kovács Gyula, Kovács Andor és mit tudom én milyen felvételek, azt 72 lemezet terveztük, de hát ugye közben a CD piac hála az internetnek összeomlott, és hát a többi lemezt megterveztük, de nem tudott már kijönni. Tehát ez van benne, természetesen névmutató, mert én a nélkül könyvet nem adok ki a kezemből, az nekem mind amatőr dolog, amiben nincsen névmutató. Szóval, meg hát kellene, hogy legyen benne bibliográfia, ez teljesen nyilvánvaló. Tehát én olyan könyvet soha nem vásároltam meg üzletbe, szakkönyvet, amiben nem volt névmutató, vagy uram, bocsánik hozzá egy számcímmutató, és ez nekem teljesen komolytalan. Akár ugyanannál a kiadónál, ahol én is megjelentem, mert hogy már valaki már megír egy könyvet több-kevesebb verejtékkel, akkor hogy utána miért lusta még rá, hogy csináljon hozzá egy névmutatót, ezt én soha nem értettem meg. Na most így aztán jelenhetnek meg ennél esetleg sokkal jelentősebb könyvek, mert miért ne jelenhetnének meg, és akkor egész egyszerűen nem tudom a kezembe venni, mert nem tudom, hogy hol keressek akárcsak egy olyan nevet, hogy Kis Jarrett, vagy Louis Armstrong, vagy Ella Fitzgerald. Most akkor még nem beszélek arról, hogy hol találom meg benne a Cseppit, a Martinit, meg az összes többit, ami engem esetleg érdekelhetne. Úgyhogy ez az a könyv durván. A másik pedig, hát amit érintettünk itten közben, ez a Zenetudomány mostoha gyermeke, aminek már biztos, hogy lesz folytatása, bár annak is jó lenne, ha lehetne, csak nem biztos, hogy már a 70 fölötti éveim ezt lehetővé teszik. Ez a Zenetudomány mostoha gyermeke, azt hiszem, hogy ez a legnagyobb pofon a magyar zenetudós szakmának, úgy érzem eddig. Egész egyszerűen nem tudták azt fölfogni, hogy miről szól a történet. És nem véletlen, hogy a Magyar Művészeti Akadémia új elméleti tagozata azt mondta, hogy ez az első három ártalom kiadott könyv között ott kell, hogy legyen. Szóval el kell olvasni a róla szóló írásműveket, jó páran írtak róla, Olassany is írt már, azt hiszem Karcsi, te is írtál, ha jól emlékszem rája. Akik írtak róla, az a 99%-ban nagyon jól érzékelik azt, hogy miről szól ez a történet. Tehát az, hogy végre írjuk meg azt, hogy Magyarország igenis tetszik, nem tetszik a jazz muzsikában is, mindenfajta szempontból minimum olyan jó volt, mint Amerika. Tetszik, nem tetszik, lehet rajta vitatkozni. De ha a svédek már megírták évtizedek ezelőtt, a belgák megírták még az 50-es években, franciák, angolok, hát a szovjeteknél már megjelent oroszul, ukránul, németül, angolul, a teljes szovjet jazz történet olvasható. Hát akkor ők leírják, hogy nekünk milyen jó jazz muzsikusaink voltak, mi meg az egészet valahogy így finoman fogalmazva negligálnánk. Úgyhogy hát én remélem, hogy még a következő 10 esztendő, amit minimum előírtam magamnak, hogy a 80-at is meg kell érni, és nem jön rám egy újabb bolond betegség, mint ami volt 2 évvel ezelőtt. Na, ezt még muszáj ezt elmondani. A dokik 3 kérdést tettek föl nekem annak idején. Mennyit utaztam repülőn azokba az években, hát mondom utoljára 60-as években, akkor is csak Berlinig, meg Dresdáig. Jó. Mennyit gépkocsizott az utóbbi években, főleg vezetőként? Hát mondom gyakorlatilag semmit, mert utoljára 88-ban vezettem, akkor volt a nagyon ronda autóval esettem. Na és mennyit ült számítógép előtt? Hát mondom olyan 16-18 órát.
nagy látja. Ettől lett maga beteg, és a maga körülötte levő ágyakon, akik most meghaltak, fiatalok, 20-30 évesek, azok azért halnak meg, mert annyit ülnek a számítógép mellett. Úgyhogy azóta csak napi 6 órát ülhetek a gép mellett, nem 16-ot. Bocsánat, de ezt tanulságon is mondom, meg terjesszétek, mondjátok a fiatalabbaknak is, a biztos halál a számítógép mellett való ülés. Nagyon okosak voltak a doktoraim, akik erre rámutattak. Szemet hantja nagyon. Hát az a kisebbik gond. Gerincet, az izmokat, minden. Hát minden csuda, utána, de egész egyszerűen jön az embernek egy tüdőemboliája ettől, el kell mondani. Tüdőemboliát lehet ettől kapni. Ott a falucskában, ahol én élek, egy 38 éves pasas dobta föl a prakkertmenemben. Vették észre neki, hogy van. Én meg 68 évesen túléltem. Két különböző orvos vizsgált meg bennünket. Engem vittek azonnal a pörgővel, aztán még négyszer tovább. Őt meg sehova. Azt mondták, hogy hát akkor még kenegesse egy kicsit a derekát, meg ilyenek. Mert hogy derékfájással kezdődik az egész tüdőembólia, bocsánat, ha még eddig kedves jelenlevők ezt nem hallották volna. Szerintem ne térjünk. Az orvostudomány taglalásában ez akár egy egész estét elvihetne. Hát ha már itt elmondott a hármas, akkor én azt mondom, hogy itt a beszélgetésünk végén fölkínálva akár a közönségnek is, hogy nekik is legyen azért lehetőségük, három nagyon rövid választ szeretnék kérni, hát ha sikerül most megcsinálni. És akkor én azt mondom, hogy egy-egy szót vagy egy kifejezést mondanék, és egy rövid reagálást kérnék rá. Sellak. Hosszú körmondat lesz. 1964-ben, amikor elkezdtem lemezekkel foglalkozni, és ezen belül jazzmuzsikával, akkor még Sellak lemezek voltak elsősorban. És gyakorlatilag első hónapjában voltam a magyar jazztörténeti kutatásoknak, pedig rögtön azzal kezdtem, nem érdekelt az amerikai. Szembesülnöm kellett azzal, hogy nincsenek dátumok, nincsenek köthető dolgok. Tehát, aki nem foglalkozik párhuzamosan a jazzmuzsika történetével és a hanglemezek történetével, az a soha büdös életben nem fog megérni egy komoly történetet. És akkor most fölálltam, és mutatok egy könyvet, ez az egyik eredménye ennek a dolognak, a képes magyar hanglemez történet, amit kedves feleségemmel írtunk, és mindenki, aki olyan jó volt, hogy ma este ide eljött és végighallgatta a sok bolondumámat, az egy aláírás ellenében kap egy ajándékpéldányt. Köszönjük szépen! Akkor kép még rövidebb. Nagyon sok Sellak van benne. Színes! Kedvenc nagy lemez. Há, jó kereszt, LP-re gondolsz még. LP, igen. Hát, minden szentnek maga felé hajlik a keze akkor, ha már ezt a kérdést megkaptam. 1985-ben a valaha született legragyogóbb magyar jazztörténésszel, Csányi Attilával nyugatnémet felkérésre egy angol kiadónak megcsináltuk az első magyar jazztörténeti lemezantológiát, ugyanis a hazait azért tiltották le, mert hogy azon nem jazzmuzsika van. Elkészítettük ezt a lemezantológiát, ezt az angol Harlekin adta ki. Abban az évben az egy jazz lemeze lett Nyugat-Németországban. Nem Magyarországon, Nyugat-Németországon. Változatlanul, úgyhogy ez kénytelen, ez kitüntetés. Teljesen jól van, és akkor legyen a legrövidebb műfaj, a legkedvesebb felvétel. Track. Trackbe? Hát, az a baj, hogy itt legalább ezret föl kéne sorolnom. Szűkíteni nincs több hely a CD-n. Nincs több hely a CD-n. Pillanat, megpróbálok úgy behatárolni. Nehéz. 200 valahány lemezből biztos, hogy
valamit abból kellene, de az sem biztos, hogy abból kellene. Én egészen vadat fogok mondani, mert a felvétel bizonyára sokan ismerik. Török rondó. Rubenkel. Ugyan hangsúlyozom változatlan, hogy nem imádom a jazz muzsikát, de a török rondó indított el meg a Take Five azon az úton, hogy én Bartókot megszeressem, és megértsem az egész modern jazz muzsikát, ami Ornette Coleman-től John Coltrane-ig van, vagy az egész Leo Recordsot, nem tudom ki mennyire ismer, ugye 600 CD-n van körülbelül tőlük, ugye, amiben amerikai olyan ritkán jelenik meg, mint a fehér holló, de van benne dán, indonéz, kirgiz, azerivajdzsán, és mit tudom én, mi minden országokból olyan elsősorban free jazz zenék, etno alapú free jazz zenék, hogy hát az ember hat tigris bukfencet vett, amikor elolvas, meghallgat egy ilyen felvétel. Megint hosszú voltam. Hát nem marad más feladat, amit nagyon-nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Azt gondolom, végtelenségig húzhatnánk, hiszen valóban nagyon sok témára nem maradt időnk. Legfeljebb ez lehet egy nyitott kérdés akár a könyvtár felé, hogyha van rá lehetőség, akkor akár folytathatjuk valamikor egy később időben ezt a beszélgetést, de önöktől sem szeretném elvenni a lehetőséget. Itt az alkalom, kérdezzenek önök. Nem kell félni, senkit nem szoktam megenni, legfeljebb vitatkozunk. Hát úgy van. Távol nekem van. Mondjad. De beszéltél a híres zenészekről, ugye a leghíresebb magyaroknak gondolunk. Égetál a Zoller Attiláról, a Bacsikelekről, a Tudás Lajosról, ismerjük a Fest Feketére könyvet a Szabó Gáborról. És ezek szerint elkezdted most már a Jelent és a Binder kartyúval, vagy majd kezded. Az, ő már a Jelen. Ugyebár. Én azt szeretném kérdezni, hogy van két olyan zenész, aki én szívesen olvasnék, ez a, akik szintén külföldön élnek, illetve egyik már nem él, ez a Jinda és a Scheffer. Hát a Scheffer az egy nagy dolog, olassani akarta megírni a Scheffer történetet, lehet, hogy is hozzáfogtam. Én is próbálkoztam volna vele. A probléma a nyelv. Ugyanis a francia nyelv egyik önnek a kedvence közé sem tartozik, és Schefferről gyakorlatilag majdnem minden forrás csak franciául utolírható, ami egyáltalában. Tehát ő még él? Igen, én a Schefferrel nagyon sokat beszéltem erről a témáról, hogy értsed. Valamennyi nagyon kevés anyagot rendelkezésre is bocsájtott, de minden csak szigorúan franciául. Na most, hát ennek csak a lefordítása, hadd nem mondjam, hogy ilyen 7 számjegyű összeg lenne körülbelül ahhoz, hogy elindítsuk. Egyébként a Scheffer 5 évvel ezelőttig valaha megjelent, beleértve 100 példányszámban megjelent lemezeit is ott van az én lemeztáramban. Tehát ez bármikor meghallgatható. Nem látok rá reális esélyt, hogy megjelenjen valami. Ugyanakkor, ha jól tudom, de ez csak ilyen füles jellegű, mert egyszer föltűnt az interneten, aztán eltűnt, mint minden, ugye. Az internetről minden eltűnik, mint tudjuk, tehát ez nem egy könyv. Állítólag a Schefferről megjelent egy könyv, franciául. Nem tudom. Szóval ennyit a Schefferről. A Inda az lényegesen nehezebb történet. Több oknál fogva. Lényegesen szerteágazóbb volt a tevékenysége, mint a Scheffernek. Óriási mennyiségű olyan stúdiófelvételt csinált, akárcsak például Vic Tomi, akiről nem beszéltünk ma. Akit senki nem tudja megmondani, hogy tényleg ő van ott, vagy nem ő van ott. De például én a Bacsi könyvembe is azért nem raktam be egy csomó felvételt, Big Band felvételeket, mert a kutya nem tudja bebizonyítani jelen pillanatban, hogy most ott a harmadik gitárnál, vagy az első hegedűnél a Bacsik rajta van-e. Na most én csak a saját szememnek, meg adott esetben a saját fülemnek hiszek. Na most a Indasamnak is rengeteg olyan felvétele jelent meg, amiről nem tudja senki.
De most mondhatok egy szélsőségesebb példát. Én megpróbáltam Horváth Péterrel, nem tudom kinek mit mond a név, ugye aki keyboardos, zongorista, szervező, minden egyebek Amerikai Egyesült Államokban, ugye a Mátrai Zsuzsa nevű énekesnőnek a fia. A fia, aki a Viktor Bélivel játszik meg. Igen, többek között. Na most én találkoztam vele Budapesten sok évvel ezelőtt, annyira méltatott, hogy a lemez címkéket elhozta nekem. Na most, ha valaki ebből valaha egy könyvet akar írni, akkor sehova nem fog jutni, egész egyszerűen. Tehát nem volt rajta, hogy mikor vették föl, hol vették föl, kik még rajta a közreműködés. Sammal ugyanez a probléma, most azért mondom, csak én a Sammal nem voltam közvetlen kapcsolatban. És rengeteg ilyen zenész van, vagy az, hogy hadd nem mondjak most élvonalbelinek kikiáltott itthon és külföldön élő magyar muzsikusokat, amikor nekem még volt pénzem és lehetőségem, akkor arra kértem ezeket a muzsikusokat, hogyha megjelenik egy lemezük, legyenek szívesek márkában, euróban, dollárban, fontban, akármiben a saját lemezüket elhozni nekem, és én kifizetem neki cashbe. Nem hozták. Most már arról nem beszélve, hogy a rólunk szóló kritikák és minden egyéb, hozzáférhetetlen. Egész egyszerűen. Tehát onnan a Jindánál is egy ilyen probléma van, mert a lemezkiadók semmilyen adatot nem adnak ki. Az ég egy világán semmit, Vic Tomival kapcsolatban sem, ráadásul a Tomi az egy akkora duma francia, hogy finoman fogalmazzak, holott nem roma. Már bocsánat, mert ugye a roma zenészeink azok állandóan gurítanak, ahogy Csányi Attila mondta volt. Annak idején itt szomszédba Sikondán, egy kicsit odébb ugye, minden évben rendeztünk néhány jazz tábor. Ugye hatott Sikondán, ha jól emlékszem, Karcsi. Hát, én azt hiszem négyen ott voltam. Dixi nem voltam. És akkor ilyeneket elmondta a Csányi Attila, hogy most XY zenész már megint miben gurított. Kiderült az, hogy jaj, jó, azon a fesztiválon fellépett, ő akkor annak a zenekarában játszott, 6 lemezfelvétel készült vele, és minden, ez a romákra jellemző főleg. De hát mondjuk a Vic Tomi is ilyen abszolút gurítós, és ezért nem hiszem el sok történetét neki, amit Bacsikkal kapcsolatban is elmondott. Mert addig, amíg én nem látom, hogy az tényleg ott együtt fölléptek valahol leírva a korabeli amerikai sajtóba, addig én nem vagyok hajlandó elhinni. Egész egyszerűen, bocsánat, de ha az ember bibliográfiával, diszkográfiával és életrajzokkal foglalkozik, a tények beszélnek, a korabeli tények beszélnek. Hogy most merre, hány óra? Na most ugye a dolog másik oldala, Bacsiknál ma nem mindig igaz, igazad van, Karcsi, hogy a Bacsikkal kapcsolatban megtaláltam egy levelezést az Amerikai Egyesült Államok egyik egyetemén. És hát akkor írtam ugye az illetékesnek, aki oda volt írva, hogy ő ennek a kezelője, úgymond, nem is tudom milyen amerikai szót használtak rá, ragyogó ilyen kínai és japános neve volt az illető hölgynek. Néhány hét múlva válaszolt nekem, és nagyon tanulságos, és az egész amerikai hozzáállásra nagyon tanulságos, hogyha én azt a levélről bármit szeretnék tudni, akkor utazzak ki hozzájuk az Amerikai Egyesült Államokba. Egyébként pedig nagyon sok mindenhez az amerikai folyóiratokból hozzá lehet jutni, havi 20-30-40-50 dolláros előfizetés, amit aztán soha nem tudsz lemondani, holott neked összesen esetleg egyetlen egy adatra lenne szükséged. Tehát ezért most a SAG miatt mondtam, ugye, hogy rengeteg föllépése volt neki, ellenőrizhetetlen egész egyszer. Hiába találom meg a akárhol, tehát Google-n megkeresem, ott van, ilyen piciben leadja, hogy itt igen, a Inda Samaz föllépett, de fizessél 15 dollárt, hogyha meg akarod nézni az egész oldalt. És attól kezdve ott a számod, a bankkártyádnak a száma, a jelszavad, meg minden istennyila, és attól kezdve minden hónapban leszedik rólad a zsozsot. Ez Amerika. Én arra gondoltam, hogy visszatér egy mondatot, hogy a Indának a felesége, mert a volt felesége itt van éve néhány éve. Én egy rövid e-mailt váltottam vele, meg értem tőle valamit, és azt mondta, hogy nagyon-nagyon sok
erekélyek, meg cikkel, meg mindenféle őrizusomról. Tehát gondolom... Nem tudom, de most, hogy mondjam, egy ilyen könyvnek az előkészítése 2-5-10 év. Tehát, hogyha reálisan nézik, tehát most gondolok arra, hogy a Zoller könyvem az majdnem 20 évig készít. Közben megírtam 10 másikat persze, de ugye jellemző volt, hogy a Zoller Attilától megkaptam egy csomó korai dokumentumot, egyszer csak megjött, 3 év könyörgés, meg keresgélés, meg minden csodabuda után, és akkor, hát hogy akkor dolgozzál ezekből. Hát rendben van. És akkor utána, amikor földolgoztam, akkor közlévelem a Zoller Attila, ja, amíg élek, addig nem. Addig ne adjál ki rólam könyvet. Na most ugye itt volt az az emlékezetes utolsó koncertje Budapesten, amiből aztán az Ennyi a lemezt is adott ki, és akkor jön a Zoller Attila nekem, hogy hát utolsó óráimat élem kéne a könyv. Hát mondom, Attila, hát ez nem így van. Hát egy évre előre lekötött szerződéseim vannak, ideális esetben 2 év múlva. Hát miért nem most egy hónap múlva földobom a rakjet? Nem tudom megcsinálni. Aztán, hát ő hozzájárulásával, nem hozzájárulásával egyebek lett, nem véletlenül lett aztán 3 Zoller könyvben végül is, aztán részben az én könyvemben írt a Nyugat-Német Fogorvos a 4. Zoller könyvben. Nem egy egyszerű történetek egyik se. Jó, elnézést, hogy közbe kell egy kicsit szólnom. Én azt gondolom, az időnk elszalad. Szerintem adjuk meg a lehetőséget arra, hogy akár ilyen kisebb négyszemközti beszélgetésben folytatódjon ez a csevej. Én nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Remélem, hogy kellemes volt a beszélgetés minden szempontból, és egy nagyon vékony szeletet azért föl tudtunk villantani abból a bőséges történetben, ami itt van, és én sok erőt, egészséget kívánok a további munkához is. Én nagyon köszönöm, örülök, hogy eljöhettem, és meghallgattátok ezt a, lehet, hogy időnként zagybánnak tűnő dumát. Hogy értsétek az előzményeit ennek a dolognak, én a 4 órás klubestékhez vagyok szokva, amit Veszprémbe vezettünk meg Budapesten, meg egyebeken, sőt, 5 órás időrádiódásokat csináltunk a Rádió Bridge-be Nelci Ancsival rendszerváltás tájékán, úgyhogy elég nehéz lepofoszni magamat a színpadról. Elnézést, remélem, hogy azért uncsi történetek nem kerültek bele. Lehet néhány könyvet vásárolni, illetve CD-csikéket, egy párat hoztam, illetve ha valakinek valami speciális igénye van, akkor elő is lehet vezetni, hiszen otthon 5000 darab eladó lemezen van, és hát több száz könyv is természetszerűleg. Magyar, német, angol, orosz, szerb, mit tudom én milyen nyelveken, tehát kit mi érdekel. És tessen mindenkinek ide fáradni a zöld kötetecskéért, ami természetesen gratis jár mindenkinek, aki a mai napon eljött. És hogy hol van? Majd megyek, hát ez sok. Ide? Na, hallom ám. Mindenki szelektív hallása van. Igen. Ja. Köszönjük.